Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, nagy megtiszteltetés, hogy 2012-ben Wittner Máriával közösen nyújthattam be azt a nyugdíjtörvény módosító javaslatot, melyet el is fogadott az országgyűlés, és ami alapján meg kellett volna vonni a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékokat. Akkor a nyugdíjbiztosítási főigazgatóságtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy alanyi vagy özvegyi jogon körülbelül 1200 személy kap évente összesen 200 millió forintot, például a Vörös Csillag érdemrend vagy fegyveres harcokban részt vett partizán, és még 17 féle hasonló kitüntetés nyomán, tehát évekkel az önök hatalom átvétele után is. Sajnos a megvonást előíró törvény ellenére, amit ugye Wittner Máriával közösen volt szerencsém előterjeszteni, jelentős részük a mai napig is kapja, hiszen a végrehajtásért felelős akkori miniszter Navracsics Tibor először teljesen szabotálta a törvényt. A határidőig senkitől nem vonták meg a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékot, majd többszöri számon kérésemre a törvénytelenséget a törvény módosításával orvosolta, kitolták a határidőt. Végül a kormány a Szocialista Hazáért érdemrend és hasonló kitüntetések után járó nyugdíjpótlékok 90%-áról állapította meg, hogy méltó azokat folyósítani az állítólagos rendszerváltás után 25 évvel is. Tisztelt államtitkár úr, pontosan hány személy esetében vonták meg, és hány esetben maradhatott akkor a nyugdíjpótlék? Jelenleg hányan kapnak ilyen nyugdíjpótlékot alanyi vagy özvegyi jogon? Évente összesen mekkora összeg ez a költségvetés számára? Tervezik-e felülvizsgálni a még érintett élő személyek ilyen nyugdíjpótlékait? E kérdésekre várom érdemi válaszát. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ, mint említettem, Révás Róbert államtitkár úrtól fogjuk hallani, parancsoljon államtitkárról. Köszönöm a szót, tisztelt képviselő úr. Ön a most elhangzott kérdését írásban is eljutotta a kormánynak, ami azt jelenti, hogy nem most két percben fogom tudni önnek az egész történetet felidézni, és ígérem, hogy az írásbeli kérdésben részletesen fog választ kapni. De valóban úgy történt, ahogy ön nagyjából felidézte, hogy egy bizottság, amelyet az országgyűlés törvényen hozott létre, egy bizottság felülvizsgálta ezeket a nyugdíjakat. 2013. július 1-ig működött ez a bizottság. Navracsics Tibor miniszter úr korábban is válaszolt önnek, illetve Grétvári Bence akkori államtitkára, hogy 114 esetben vonták meg a nyugdíjpótlékot, és egyébként 12 esetben az érintettek pert is indítottak az akkori minisztérium ellen. Tehát volt egy törvényes eljárás, amelynek a keretében felülvizsgálták ezeket a nyugdíjakat. Hozzáteszem, hogy az én tudomásom szerint, de majd erre az írásbeli kérdésre adott válaszban kitérek, az én tudomásom szerint olyan nyugdíj, amely az eredeti nyugdíjpótlékok alapján kerülne kifizetésre, ilyen már nincsen. Ez gyakorlatilag már a rendszerváltás után átminősítették ezeket a nyugdíjakat, és lényegében megállapítottak egy nyugdíjat az érintetteknek. Ugyanis ennek az a magyarázata, és erre jutott ez a bizottság is, hogy attól, hogy a rendszerváltás előtt állapították meg ezeket a pótlékokat, attól azok bizonyos esetekben egyáltalán nem politikai vagy ideológiai teljesítmény vagy ideológiai okokból kerültek megállapításra, hanem az akkori rendszer értékelése szerint valamilyen közérdekű okból, tehát valamilyen társadalomnak hasznos tevékenység miatt, mondok egy példát, sportolók számára állapítottak meg ilyen nyugdíjpótlékot, tehát indokolt volt, hogy egyesével felülvizsgálta ez a bizottság a nyugdíjpótlékokat. Köszönöm szépen!